Bővülő kedvezmények, a Tudásközpontban is használható a tükekártya. Játéknak tartják a nemzeti ügyet, kiakadt az ellenzékre Hoppár Péter. Hallgatói és oktatói rangsorok, a harmadik legjobb hazai egyetem a PTE. Köszöntők, kulturális műsor és bérfejlesztés, a szociális ágazatban dolgozókat ünnepelték. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Olcsóbban vehet igénybe a Tudásközpont szolgáltatásait, de a közelgő adventi vásáron is kedvezményesen költhet az, akinek van tükekártyája. Ezt a polgármester jelentette be pénteken Pécsen. Készítettek egy felmérést is, melyből kiderült, a pécsiek 3/4 elégedett a plasztikkártya nyújtott a kedvezményekkel. A tükekártyás megjelentek. Az épület szolgáltatásról 15%-os kedvezményt kapnak. A Tudásközpont könyvtárában használható fel ez a kedvezmény ezen túl. Itt jelentette be Páva Zsolt azt is, hogy megkérdeztek 2000 tükekártya tulajdonost, hogy mire használják a plastiklapot. A legtöbben buszbérlet kiváltására és egyéb kedvezményekhez, például divatcikkek vagy ruházat vásárlására derült ki a felmérésből. A lejárt érvényességű kártyákat cserélni kell, de megéri, folytatta a polgármester. Folyamatosan fejlesztjük az elfogadóhelyeket, tehát ennek száma gyarapodik rendszeresen. Tehát tulajdonosok, akik tükekártyával mennek ezekre a helyekre, több helyen több szolgáltatást tudnak igényelni. A cserére egyébként azért van szükség, mert ezek most már fényképes kártyák lesznek, és lejárt a határidejük. Tehát amikor az új kártyáról gondolkodtunk, igyekeztünk egy korszerűbb, egy tetszetősebb megjelenésű kártyát kitalálni. A hosszabbítás díja 800 forint, cserébe 15 hónapig használható a 100-nál is több elfogadó helyen kedvezményt adó városkártya. Újdonság, hogy idén az adventi vásáron is elfogadják. Az ott megjelenők és vásárlók minden egyes standnál, tehát legyen az ételfogyasztás, italfogyasztás, ajándéktárgyvásárlás, vagy bármi egyéb, ami a standokon elérhető, tehát a tükekártya tulajdonosok 10% kedvezményt kapnak. Jelenleg több mint 18 ezeren használják a tükekártyát Pécsen. Vizsgálja a pécsi rendőrkapitányság azt, hogy hibáztak-e a rendőrök 2 hete, amikor előállították a kétfarkú kutyapárt aktivistáit, akik aszfaltrepedéseket színeztek ki Pécs belvárosában, írta a hírtv.hu. Az előállítottak ugyanis panaszt tettek az intézkedés ellen, ezért indult a vizsgálat. Az egyenruhások először helyszíneltek, majd a kapitányságra vitték a viccpárt aktivistáit, és rongálás miatt eljárást indítottak ellenük. Nem veszik figyelembe az emberek akaratát és pártpolitikát csinálnak a kényszerbetelepítésből az ellenzéki politikusok, mondta Hoppál Péter Pécsen. A politikus a múlt heti alkotmánymódosítási kísérletre utalt, ami kimondta, hogy Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Az alaptörvény módosítás csak a Fidesz és a KDNP szavazta meg. Különösen aggasztó a Jobbik viselkedése, tette hozzá Hoppál Péter, aki szerint vonáik játéknak tartják a nemzeti ügyet, és semmi felelősségérzetük nincs. Ha veszély van, akkor össze kell fogni, és oda kell állni, és meg kell védeni az országot. Ezt a Jobbik nem úgy elmulasztotta, hanem, hogy mondjam, képébe röhögött kajánul a magyar embereknek. Politikai felelősségét nekik kell viselniük innentől kezdve, hogy miért hagyták cserben. Nem csak a saját választóikat, mert azokkal majd elszámolnak, meg majd elpártolnak tőlük, de Magyarországot miért hagyták cserben. Először végeztek egynapos csípőprotézis műtétet, melyet a Pécsi Tudományegyetemen hajtottak végre szerdán. A műtét komplikációmentesen zajlott, a 60 év körüli férfi pedig már aznap elhagyhatta a kórházat. Az operáció lényege, hogy kombinált altatás érzéstelenítés után a csípő ízületet az izom átvágása a csontról való leválasztása nélkül közelítik meg. A páciens pedig az 1-2 hét helyett 1-2 napot töltött a kórházban, és rehabilitációja is lerövidült 3-4 hónapról 3-4 hétre. A Pécsi Tudományegyetem a harmadik legerősebb hazai felsőoktatási intézmény, ez derül ki a HVG felsőoktatási különszámából, amiben az egyetem javított korábbi pozícióján. Az összesített intézményi és kari rangsor az idén is a hallgató és az oktatói rangsorokból állt össze. Itt figyelembe veszik a hallgatók, a tudományos fokozatot szerzett oktatók és a rájuk jutó hallgatók számát, valamint az MTA címet szerzett oktatók arányát.
Az egyetem a kari összevetésben is szép eredményeket tud felmutatni, hiszen két kar, a bölcsészettudományi és az általános orvostudományi kar is bekerült a legjobb 10 közé a karok listáján. A Pécsi Tudományegyetem leginkább az oktatói rangsor alapján kerülhetett az előkelő harmadik helyre, azonban a hallgatói létszám növekedés is folyamatosan megfigyelhető. Én úgy látom, hogy a fővárosi intézményekkel itt nagyon nehéz versenyezni. Tehát, hogyha megnéznénk a hallgatói kiválósági rangsorban a fővárosi intézményeket, vagy karok pozícióit, ők viszik el az első 30-at gyakorlatilag. Tehát látszik, hogy e mögött ott van Budapestnek a hatalmas vonzereje. Ennek ellenére azért azt kell mondjam, hogy ez egy viszonylagos siker a Pécsi Tudományegyetemnek, azaz látszik, hogy a hallgatók úgy értékelik, hogy magas színvonalúak a képzések, és jó képességű, jó eredményekkel rendelkező hallgatók felvételiztek hozzánk az idén, és mondom, ez évek óta jellemző. Napokon belül megjelenik az új közétkeztetési rendelet, miután lezárultak a szakmai egyeztetések, mondta a család ifjúsági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin három lényeges elemet emelt ki, a sóbevitel mértékének változását, a mesterséges édesítőszerek tiltását és a tejzsír tartalmának emelését. Kubányi Jolán a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy a gyermekkori túlsúly felnőtt korban számos betegség, például szív- és érrendszeri, a daganatos és az anyagcsere zavar előfordulását nagyban növeli, és a kettes típusú cukorbetegség is egyre több gyermeket sújt, ami szintén az étkezéssel hozható összefüggésbe. A három éves kor alatti gyermekek kötelező rendszeres fogászati szűrésének bevezetését szorgalmazza a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság, írja a Pécsi Újság. A gyermekorvosok szeretnék, ha az érintett korcsoport fogászati szűrése része lenne a gyermekek védelmét szolgáló programoknak, kontrollvizsgálatoknak. Tapasztalataik szerint a három év alatti gyermekek mintegy fele szorulna fogászati kezelésre, és azok között, akik ebben a korban fogorvoshoz kerülnek, gyakran súlyos fogászati betegségre derül fény. A megelőzés fontos módja lenne a rendszeres szűrés, ami a három év alatti gyermekeknél egy éves kortól legalább fél évenként indokoltnak tartanak. November 18-án ünnepelték a Szociális Munkanapját Pécsett. A rendezvényen köszöntötték a szociális ágazat dolgozóit, majd énekes produkciókkal kedveskedtek a résztvevőknek. A köszöntőkben elhangzott az is, hogy jövő évtől emelkedik a szociális szférában dolgozók béren kívüli juttatása, melyet a pécsi önkormányzat finanszíroz. A Szociális Munkanapját ünnepelték pénteken Pécsett. Ez alkalomból a Baranya megyei önkormányzat dísztermében köszöntötték a szociális szférában dolgozókat, akiknek rövid kulturális műsorral is készültek a szervezők. Őri László alpolgármester elmondta, fontos, hogy minden évben köszönetet mondjunk azoknak, akik önfeláldozó munkájukkal segítik betegembertársainkat. Egy társadalom fejlettségét mutatja az, hogy hogyan viszonyul az elesett beteg tagjaihoz a társadalomnak. Örülünk annak, hogy itt Pécs városában szép hagyománya van annak, hogy közösen ünnepeljük a szociális munkanapját, és minden évben ezen a napon mondunk mindannyiunk nevében köszönetet a szociális ágazatban dolgozók részére, ezért az egész évben kifejtett áldozatos munkáért. A szociális munkanapján szóba került az ebben az ágazatban dolgozók béremelése is. Jövőre ugyanis 15-32%-os bérfejlesztésre lehet számítani, amit elsősorban béren kívüli juttatásként kapnak meg a szociális szférában dolgozók. A kafetériai juttatásra 2015-ig nem volt lehetőség itt Pécsett, ez már az idei évben azonban megváltozott. 2016 évben már sikerült egy lépést előrelépni, és 2017 évben pedig örömmel jelentem be, hogy 50 000 forintos béren kívüli juttatást biztosítunk a szociális ágazatban dolgozók részére egyfajta plusz juttatásként, béren kívüli juttatásként, melyet Pécs város önkormányzata finanszíroz. A rendezvényen a köszöntő beszédek és műsorok után pedig szakmai munkájuk elismeréseként ajándékokkal lepték meg a kiválasztott dolgozókat. 45 milliárd forintot kapnak a kórházak adósságrendezésre, jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár. Hunódi Szűcs Zoltán elmondta, a kormány döntés értelmében a pénzt a 30 napon túli beszállítói tartozások rendezésére fordíthatják az intézmények. További 15 milliárd forintra pedig a működés hatékonyságát növelő programokkal pályázhatnak. Az államtitkár közölte azt is, hogy további 10 milliárd forinttal emelik a gyógyító megelőző kasszát.
Szállásadója nadrág zsebéből lopott el 10 000 forintot egy 25 éves öreglaki nő csütörtökön Komlón, írja a polisz.hu. A férfi észrevette ezt és visszakövetelte a pénzt. A 79 éves sértettel a nő egy banki meghatalmazást is aláíratott, így még a bank számlájához is hozzáfért volna, ha a sértett le nem leplezi szándékát. A rendőrök a nőt gyanúsítottként hallgatták ki, beismerte tettét és azt is elmondta, hogy már korábban is lopott az idős férfitól. A nő ellen lopás miatt a komlói rendőrkapitányság nyomoz. Alig több mint 1 kiló méz fogy fejenként Magyarországon évente. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ezért mézes reggeli névvel az iskolákat megcélzó népszerűsítő kampányt indított. Baranya megyében az idén 25 intézmény csatlakozott a programhoz. Mézes kenyérrel indították a napot pénteken a Koch Valéria iskola központ fiataljai. A program lényege a világviszonylatban is kiváló magyar méz népszerűsítése. Az ötödik osztályosok szívesen kóstolták végig a különböző fajtákat. Én mind a hármat kipróbáltam, szerintem a hársméz a legjobb. Otthon szoktatok mézet enni? Igen, nagyon sok mézet eszünk otthon. Egészséges, mindent tálhoz is azt eszünk. A mézes reggeli program 8 évvel ezelőtt Szlovéniában indult. Hazánkban immár harmadik éve rendezik meg. Baranya megyében az idei esztendőben 25 intézmény kapcsolódott a mézes reggelihez. 3100 diák vesz benne részt. Minden évben picivel többen jelentkeznek. Az intézmények pedig nagyon szívesen vesznek részt a programban. A lényege az, hogy minél több fiatal kisgyereket, óvodáskorút, általános iskoláskorút, illetve gimnáziumi tanulót megszólaltassunk, megkóstoltassuk a mézzel, és megismertessük a méz különböző fajtáival, lehetőségeivel. Máj Gábor elmondta, a mézet nem csak magában érdemes fogyasztani, ugyanis nagyon jól lehet vele helyettesíteni többek között a cukrot is. Az étkezésben pedig sokan alkalmazzák már a sütés-főzések alkalmával, például húsok készítésekor, de már az is elterjedt például, hogy a téli időszakra a savanyúságok eltételének tartósítása az, aki cukrot használt, az mézet használ, általános mézként az akácméz javasolt, mivel nincs különösebb íze és zamata. A mézes reggeli programhoz az idén is csatlakozott a Nemzeti Agrárkamara, nekik köszönhetik a kóstolók a kenyeret és a vajat. Folyamatosan fogynak a méhlegelők hazánkban, a szakemberek szerint ez többek között a közmunkaprogram miatt van, így ugyanis a földhatárokon lévő bozótosokat és az áropartokat is folyamatosan tisztítják, emiatt pedig a méhek elesnek a táplálékuk a virágpor egy részétől. A méhészek leszögezik azt is, hogy jó dolognak tartják a közmunkát, azonban szerintük az önkormányzatoknak a környezetvédelmet is szem előtt kellene tartaniuk. Ugye a méheknek a tápláléka a virágpor. A virágporból a tavaszi időszakban ugye minél többre van szüksége, hiszen a fiasítás felfutásához szükséges a többfajta virágpor, amit a kora tavaszi mélegelők közül a füzek, a kökénybokrok és a különböző ártéri növények tudnak biztosítani a méh család számára. Ha ez nincs meg, akkor a család nem éri el azt a fejlettségi szintet, ami kellő mennyiségű mézet tud majd a kaptárba hordani. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Emberölési kísérlet helyett csak kiskorú veszélyeztetése és könnyű testi sértés miatt kell 2 év 6 hónapra börtönbe vonulnia annak az olasz férfinak, aki még 2014-ben Szekszárdon megpróbálta vízbe folytani 2 nevel gyermekét. Az anya és a vádlottak padján ült, ő 1 év felfüggesztettet kapott. A nő a tárgyalás után teljesen összetört, stábunknak azt mondta, bízik benne, hogy egyszer visszakapja az azóta nevelőszülőknél élő gyermekeit. Ebben a szekszárdi bérházban lakott az 5 tagú család. Az, hogy az olasz nevelőapa hónapok óta terrorban tartja a 3 gyereket 2014-ben derült ki, miután a legkisebb fiút és a középső lányt megpróbált egy kádvízben megfojtani. A kádban a hátukon fekvő kiskorúak nyakát szorította. Kiskorú esetében a vádlott 2-3 alkalommal nyomta nyakánál szorítva a gyermek fejét a víz alá, amely esetenként 10-15 másodpercig tartott. A férfi alig beszél magyarul, ezért a védője nyilatkozott helyette, mindent beismertek. Ezeknek a cselekményeknek az elkövetését nem vitatjuk, a történteket azonban részletezni nem kívánjuk.
Az ügy vádlottja volt a gyerekek anyja is, neki azért kellett felelnie, mert nem akadályozta meg, hogy a párja életveszélyes helyzetbe hozza a gyerekeket. Ő fizikailag nem bántalmazta a gyermekeket, nem értett egyet az elsőrendű vádlott ilyetén nevelési módszereivel, azonban az, hogy hónapokon keresztül, mintegy 8 hónapon keresztül a vád tényei szerint eltűrte, hogy nevelő apaként az elsőrendű vádlott az ő vér szerinti gyermekeivel ilyen módon bánjon, ez már a szülői kötelezettségszegés olyan fokának tekinthető, amely alapjául szolgál a kiskorú veszélyeztetés büntettének. A bíró végül mindkettejüket bűnösnek találta, ám a férfinek emberölési kísérlet helyett csak kiskorú veszélyeztetése és könnyű testi sértés miatt szabott ki ítéletet. A döntést azzal indokolta, hogy a gyerekek fejét a férfi nem nyomta olyan sokáig a víz alá, amennyi idő alatt meghalhattak volna. Ezért halmazati büntetésül 2 év 6 hónap szabadságvesztésre, a közjegy gyakorlásától 3 év eltiltásra ítéli. A brutális nevelőapa nem törődött bele az ítéletbe, fellebbezett az ügyvédjével, pedig még a védő is azt mondta, enyhe ítéletet kaptak. Ezeknél a cselekményeknél a középmérték körül szoktak a bíróságok kiszabni büntetést. Itt a bíróság jóval lejjebb ment a középmértéktől, miután az 4 év 6 hónap lett volna, itt 2 év 6 hónap volt, azonban a védencem ezt nem fogadta el, így én hivatalból csatlakoztam a fellebezéshez. Az anya 1 év felfüggesztettet kapott, az ítélet halatán teljesen összeomlott. Azt mondta, azért hagyta, hogy a párja terrorban tartsa a gyerekeket, mert mindig bízott abban, hogy az az utolsó alkalom. Azt is mondta, vissza akarja kapni a gyermekeit. Jól vannak, de ők vissza akarnak jönni. És a fiú az apjához szeretne, nem azért, mert velem van baja, hanem azért, mert ő hozzá kötődik. És anyuk meg hozzám. De mit szeretne? Velem legyenek. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész is 3 nap gondolkodási időt kért. Keveslik a kormány által javasolt járulékcsökkentés mértékét a Tolna megyei vállalkozók. Szerintük, ha valóban drasztikusan 15%-kal emelkedik jövőre a minimálbér összege, akkor az államkasszának is ki kell vennie a részét a terhek viseléséből. Drágább lesz ugyanis több béren kívüli juttatás, amit szintén a vállalkozások fizetnek majd meg. A cégek elképzelése nagyjából 120 milliárd forintos plusz kiadást jelentene a költségvetésnek, és minden negyedik magyar munkavállalót érintene. Felállni sincs idő, olyan tempóban készülnek az útitáskák Európa legnagyobb kapacitású bőröngyárában Szekszárdon. Itt sokan minimálbérért dolgoznak, vagyis legutóbb októberben, ugyanúgy mint egész évben, 68 ezer forintot vihettek haza hó végén. Ez az összeg sokak szerint nem csak megalázóan alacsony, de megélni sem lehet ennyiből. Egyszer cseréljenek, mikor megkapnám mondjuk a 68 ezer forintot, ami például én kapok, abból kifizeti, ami állandó gyógyszer, ami ott van 7-8 ezer forint, plusz még amellett, ami bejön a kenőcsök, meg fájdalomcsillapítók. Nagyon sokak a járulékok, amiket fizetni kell akár a munkáltatónak, akár a munkavállalónak. Nem csak az utca embere gondolja úgy, hogy drasztikus mértékben kell emelni a minimálbér összegét, és ezzel együtt csökkenteni a munkáltatók munkavállalóik után fizetendő terheit. A kormánynál hetek óta téma ez. Legutóbb Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszélt erről. Azt mondta, jövőre a munkavállalók 15%-os béremeléssel, a munkáltatók pedig járulékcsökkentéssel számolhatnak. A munkáltatói járulékok csökkentésére tettünk javaslatot, ez a következő évben 4%-pontos lenne, 2018-ban egy újabb 2%-pontos csökkenés. A munkáltatókat képviselő iparkamara szerint viszont ez túl alacsony járulékcsökkentés lenne, amit a megemelt minimálbér miatt sok cég nem tudna kigazdálkodni. A utazási kedvezményeket is a magasabb kulcsokban kell megfizetni. Ez az oka, ami miatt nagyobb járulékcsökkentést akarnak a vállalkozások maguknak. Jövőre 34,5%-ról 50%-ra nő az utazási kedvezmény és az étkezési hozzájárulás, vagyis az Erzsébet utalványok legnagyobb része után fizetendő munkáltatói teher. Ez összességében nagyjából 1%-kal növeli meg a vállalkozások által fizetendő járulékok és adók mértékét. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint ezért pont ennyivel 1%-kal magasabb járulékcsökkentésre van szükség. A munkáltatók azok 10%-os minimál béremelést javasolnak, és ezzel párhuzamosan egy 5%-os járulékcsökkentést.
Ez így gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak a munkáltatók vállalnának terhet, hanem a kormány is átvállalna a teher egy részét. A kormány és a munkáltatók képviselői között a héten megkezdődtek a tárgyalások a jövő évi minimálbéremelésről és a járulékok csökkentéséről. Az első találkozó kedden volt, akkor nem sikerült megállapodni. Decemberben viszont ki kell hirdetni, hogy jövőre mennyit vihetnek haza a legkevesebbet kereső munkavállalók, vagyis minden negyedik dolgozó magyar. Az emelés egyébként nagyjából 5-6 ezer forint plusz jelentene nettóban havonta, amivel együtt a minimálbér még így sem érni el a létminimum mostani 88 ezer forintos szintjét. Kevesebb adminisztrációval, rövidebb idő alatt és olcsóbban lehet majd civil szervezetet alapítani egy új törvényjavaslat alapján hazánkban. Szükség van ezekre a könnyebbségekre, hiszen ezek az egyesületek fontos munkát végeznek a kultúra, a sport és a szociális szféra területén is. Hangzott el a civil parlament harmadik ülésén. A Vármegyeházán Fülöp Attila helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a civil szervezetek állami és magántámogatása is nőtt az elmúlt években. Ami 2010-ben 144 milliárd volt az állami finanszírozás, addig 2014-ben már 175 milliárd forintból gazdálkodhattak az egyesületek hazánkban. 2017-től egyszerűsödne a bírósági eljárás annak érdekében, hogy még egyszerűbben és még gyorsabban lehessen alapítással, változás bejegyzéssel kapcsolatos kérelmeket benyújtani, hogy ezzel is a civil szervezeteknek több ideje maradjon az alaptevékenységére, amivel foglalkoznak. Természetközeli élményt és akadálymentes környezetet is kínál, többek között ennek is köszönheti a kiváló európai desztináció elismerést a Zselic és vidéke. A 18 ország részvételével tartott rendezvényen többek között azokat a településeket vagy turisztikai attrakciókat díjazták, melyek autentikus módon képviselik tájegységük hagyományait, mégis képesek lépést tartani saját korukkal. A Zselici Csillagparknak az ország minden pontjáról csodájára járnak. Az itt átélhető élményt máshol nem kapja meg az ember, mondják a látogatók. Budapestről jöttünk, és azért választottuk, mert még itt sose jártunk. Most Kardosfán lakunk a szállodába, és a Zselici Csillagvizsgálót azt kinéztük körülbelül pontosan egy héttel ezelőtt magunknak születésnapi ajándékként. Valakinek szántuk, de most mi jöttünk el helyette. Európa legtermészetközelibb élményét adja a Zselici Csillagpark, hiszen bárki számára elérhetőek a csillagvizsgáló szolgáltatásai. Ezért is díjazták a létesítményt a 11. Eden hálózati konferencián. Már a tervezésben hangsúlyt fektettek arra, hogy minden előírásnak megfeleljen akadálymentesítés szempontjából a csillagvizsgáló. Ezeket teljesítette, úgyhogy az akadálymentes környezetnek köszönhetően fogyatékkal élő vendégek is ellátogatnak hozzánk, és részt tudnak venni a programjainkon. A csillagvizsgáló vezetője kiemelte, a látvány páratlan, hiszen itt az érintetlen Zselici égbolt tárul a látogatók szeme elé. Kaposvár főépítésze azokat a megoldásokat mutatja, amelyekkel minimalizálni lehet a fényszennyezést. Ezek azok a bizonyos elhíresült taposóaknák, amiket nem probléma, ha letelepítjük, csak akkor nem függőlegesen fölfelé világító, hanem szögben öntött kialakítással, és hát ezt lehet látni, hogy ott már ugye le van cserélve, hogy ilyen ferdén világítson, ne az eget világítsuk. A csillagvizsgáló egész évben várja a páratlan égi élményre vágyókat, hiszen téren is különleges égi testeket lehet megcsodálni a Zselic szívében megbújó létesítményben. A régió hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Bővülő kedvezmények, a tudásközpontban is használható a tükekártya. Játéknak tartják a nemzeti ügyet, kiakadt az ellenzékre Hoppár Péter. Hallgatói és oktatói rangsorok, a harmadik legjobb hazai egyetem a PTE. Köszöntők, kulturális műsor és bérfejlesztés, a szociális ágazatban dolgozókat ünnepelték. Szombaton a keleti-dél-keleti tájakon lehet szárazabb, naposabb idő, másutt erősen felhős marad az ég. Estig nyugaton, észak-nyugaton, estétől a Dunántúlon számíthatunk többfelé elsőre záporra, 9-16 fokot mérhetünk. Vasárnap eleinte még a Dunántúlon és a középső tájakon lehet gyenge eső, napközben változóan felhős lesz az ég, keleten-dél-keleten süthet ki a nap. A csúcshőmérséklet 8 és 16 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. A kollégáim és magam nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!